Az elmúlt években szinte mindig volt valamilyen változás vagy módosítás a KRESZ-ben. Ez főleg a jogosítványszerzőket érinti. A vizsgák feladatai és feltételei is változtak 2017-ben és 2018. január 1-től is. Tavaly jelentette be Novák Katalin, hogy 2018. július 1-től a kormány is segíti a fiatalokat a jogosítványszerzésben. Az ingyen jogsi néven elhíresült kezdeményezés azonban nem teljesen állja meg a helyét. Egy sikeres KRESZ vizsga után utólagosan kérhetnek visszatérítést a 20 éven aluliak. Ők 25 ezer forintot kaphatnak vissza, egy KRESZ tanfolyam ára átlagosan 15-25 ezer forint, a vizsgadíja pedig 4600 forint, így ezt a kiadást fedezheti a kormány segítsége. Ez akkor is igényelhető, ha a tanuló nem megy rögtön gyakorlati oktatásra. Arra azonban figyelni kell, hogy a sikeres vizsgának van egy elévülési ideje is. A visszatérítést elektronikusan lehet majd igényelni. Az anyagi kiadás mellett a diákok szorgalmára is szükség van a jogosítványszerzéshez. A KRESZ vizsga az elmúlt években ugyanis nehezebbé vált. Vennük a stúdióban Kuncsik László, a megyei kormányhivatal közlekedés és fogyasztóvédelmi főosztályának osztályvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miért vált nehezebbé a KRESZ vizsga letétele? A közlekedés biztonsága az szerintem minden társadalomnak alapvető fontos feladata, célja, és ezt a célt ugye most a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is előtérbe helyezte, aminek az a lényege, hogy a felkészülés egy alaposabb, mélyebb tudás kell, hogy megköveteljen a jelöltektől. Most ennek okán a számítógépes elméleti vizsgákon korábban kategóriánként egy mozgóképes ábra jelent meg, de most a ábráknak a megjelenési formája színesebbé, élethűbbé, plasztikusabbá teszi ezeket a kérdéseket. Több mozgóképes ábra jelenik meg. Én úgy gondolom, hogy ezzel a jelöltek munkáját, vizsgáját segíti elő ez a fajta fejlesztés. Mozgóképes ábráról beszélt, ezt hogy kell elképzelni, illetve miért van rá szükség? Igen, mozgóképes ábrát úgy kell elképzelni, hogy ami korábban egy statikus, például egy tesztlapon egy statikus ábrát látott a jelölt, most a számítógép előtt ülve egy úgynevezett elindít gombbal lefuttathat egy videót, amely kb. 10-15 másodperc alatt lefut. A jelölt megnézi a feladatát, élethűen elé van vetítve az kereszteződés, környezet, tábla, stb., amivel majd kint fog találkozni a életben, a forgalomban, és utána könnyebben meg tudja hozni a döntését pont emiatt, hogy egy életszerű környezetbe és ahhoz tud alkalmazkodni. Ez akkor nagyon hiányzott az előzőekből. Én úgy gondolom, hogy igen. A másik, ami lényeges és egy nagyobb változás, a jelöltek korábban egy kisebb kérdésbankkal, adatbankkal ismerkedtek meg a felkészülés során. Most a minisztérium ezt a kérdésadatbankot némileg megnövelte. Nem akarok senkit megijeszteni, hogy mennyivel növelte meg, megnövelte. Most ennek okán én azt javaslom a leendő jelölteknek, hogy a felkészülésük két irányba történjen. Kell egyfajta lexikális tudást szerezni, és a lexikális tudás után az autós iskoláknál rendelkezésre áll a gyakorló programok használata. És a vizsgák előtti időszakban ezeket a gyakorlási lehetőségeket használják ki, éljenek vele, és nem érheti utána meglepetés a számítógépes elméleti vizsgán. Tehát az adatbázis nem csak a felkészülést szolgálja, hanem ugye azért e tekintetben nehezebbé tett az adatbázis növelés magát a vizsgát is. Így van. Egy kicsit lecsupaszítva a kérdéskört. Korábban, itt pár évre visszamenőleg, a gyakorlás, az autós iskoláknál történő gyakorlás elért egy olyan fázist, leült a jelölt a gyakorló program elé, és azt megtanulta, a piros autó balról jön, akkor B a helyes válasz. Na most ez nyilván nem életszerű, éppen ezért a kérdések is változtak, a válaszok felcserélődtek, és ahogy említettem, egy 3D-s megjelenési formában, plastikusabban, szebben, szemléletesebben jelenik meg a jelölt előtt. Mi a tapasztalatok?
Hát egyrészt ugye most azt nem tudom, hogy mennyire releváns, hogy mennyire tetszik a vizsgázóknak vagy sem, hanem az eredmények, tehát hogy a későbbiekben mennyire kerülhetnek ki olyan vezetők, akik még biztonságosabban tudnak vezetni. Ez január 1-től működik ez így a van. Történet. Érdekes módon általában, de mint minden változástól, előbb mindenki fél, majd amikor látja és érzékeli saját bőrén, tapasztalja, hogy ez a változás az ő érdekében történik, akkor természetesen megváltozik ez a helyzetkép. Amiről be tudok számolni, figyeljük folyamatosan a elméleti vizsgák megfelelési százalékának a statisztikai adatait. Ez alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem romlottak a tavalyi évhez, vagy az azelőtti évhez képest, sőt én egy némi javulást vélek felfedezni. Mennyire kopik egyébként, és újfent tapasztalatokra vagyok kíváncsi, az emberek tudatából a KRESZ-nek a tudása? Igen, sajnos ez kopik. Na most, aki korábban vezetőengedélyhez jutott 10 éve, 15-20 éve, a tudását aktualizálni kell, frissíteni kell. 2010 óta 60 ponton változott a KRESZ. Nem tudom, hogy ezzel mindenki tisztában van-e, nem mindenki, én úgy gondolom. Ezért én azt javaslom, hogy aki közlekedik, bárki, aki közlekedik, gépjárművel, egyéb járművel közlekedik, nem árt a KRESZ tudását felfrissíteni, utána nézni interneten, bármilyen formában ezt megteheti. Igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy ennek milyen módszerei vannak, hogyha éppen nem szeretnék KRESZ vizsgán részt venni. Így van, tehát ez egy kis önálló tanulást igényel, és egy önkontrollt mindenkibe, hogy aki közlekedik, az végül is egy veszélyes üzem, aki a közlekedésben részt vesz, és ezért a felelősség mindenkié, aki a közlekedés részese. És éppen ezért nem árt néha ezeket felfrissíteni, pont amiatt, hogy ne érje meglepetés se őt, se közlekedőtársát. Azért néhány példát említsem már meg ebből a 60-ból, amelyek esetleg a legjellemzőbbek, és az ön tapasztalatai szerint a legkevésbé ismerik az emberek. Ami kardinális kérdés, a kerékpáros közlekedés. Ezt tudni kell, hogy a kerékpáros, aki a közlekedésben részt vesz, itt az életkori sajátosságokat is vegyük figyelembe, nincs KRESZ felkészítése. Anyuka, apuka elengedi, úgy jár iskolába, ez egy nagyon jó dolog, kerékpározni, két keréken mozogni, közlekedni, ez egy nagyon jó dolog. De vannak kötöttségek is. Ha valaki nem ismeri ezeket a szabályokat, akkor könnyen baleset lehet. Mondok rá példát. Kerékpáros, amikor megközelíti a gyalog átkelő helyet, vagy az útkereszteződést, azon való átkelés előtt szálljon le a kerékpárról, tolja át a kerékpárt, magyarul gyalog történjen a közlekedése, és utána folytassa az útját. Nagyon sok olyan baleset, koccanás, akár a kerékpáros felborítására is sor kerül, az autós elé hirtelen megjelenik a kerékpáros, és az autós nem tudja lereagálni. Én, amikor tanultam annak idején közlekedni, alapvető szempont volt, egy kereszteződésbe érve először balra, aztán jobbra tekintünk, és a tiszta kereszteződés, megkezdjük az áthaladást. Autós társaim figyelmét felhívom, hogy egy kicsit tudatosítani kell azt, hogy nem elég csak balra és csak balra, hanem igen, most már jobbra is kell nézni, mert olyan hirtelen tűnnek fel a kerékpárosok, hogy nem tudja lereagálni. Kerékpáros egyébként, kerékpáros közlekedés, mint közlekedési morál, javítása is elsődleges szempont, közlekedés biztonsága szempontjából, és ezért történnek ezek a változások, de itt is mondom leglényegesebb, hogy aki kerékpárral közlekedik, nem kap képzést. Képzés először segédmotoros 14 éves korosztály kap. Jó lenne erre valamilyen kezdeményezést akkor ezek szerint kitalálni. Igen, mindenféleképpen mellette vagyunk, de ez a jogalkotónak a feladata. És még a jövő dolga, a jövő zenéje. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.